elfogadta tegnap az Európai Parlament az Európai Unió 2024-es évi több mint 180 milliárd eurós költségvetését. Winkler Gyula szerint a büdzsé biztosítja a szükséges pénzt az Erdélyben is fontos uniós közpolitikákra. The Union's general budget for the financial year 2024 is definitively adopted, and I will now sign the budget. Elfogadta szerdai strasburgi ülésén az Európai Parlament az EU 2024-es évi költségvetését. Az Unió 7 éves büdzséje részét képező éves költségvetés idén is vitát szült, amelynek győztese a növelést szorgalmazó Európai Parlament volt. A büdzsé majdnem 700 millió euróval nagyobb az Európai Bizottság által javasoltnál, míg az Európai Tanács csökkenteni szerette volna, hangsúlyozta híradónknak Winkler Gyula EP képviselő. Az összeg teljesen fedezi azt a két uniós közpolitikát, amely Erdélyben is igen fontos. A közös agrárpolitikát, van pénz az összes mezőgazdasági támogatásra, illetve a regionális vidékfejlesztést. A parlament 3 prioritást fogalmazott meg: a kutatást és az innovációt a Horizon Europe program mentén, a szállítási infrastruktúrát, mely szempontunkból azért fontos, mert több pénz lesz a keleti határ infrastruktúrája az ukrán gabonák szolidaritási folyosójának megerősítésére, valamint több pénz jut a fiataloknak szánt programokra, több irányban is. Több pénz lesz a fiatal gazdáknak szóló programban, több pénz lesz az Erasmus Plus programban és a Discover EU programban is, tehát úgy a fiataloknak, mind a pályakeresőknek, mind a fiatal gazdáknak több pénzt ajánl a 2024-es európai költségvetés, és ez a parlamentnek volt az eredménye, a jó eredménye, amellyel érveinkkel meggyőztük és legyőztük ez alkalommal az Európai Tanácsot. Az EU 2024-es költségvetése több mint 180 milliárd euró, ami Románia 360 milliárd eurós bruttó nemzeti termékének a fele, és 3-szor nagyobb Románia idei 60 milliárd eurós állami költségvetésénél. Elfogadását követően hozzálátnak a 2021-2027 közötti 7 éves európai költségvetés félidős elemzéséhez az időközben felmerült válságok és kihívások által megkövetelt támogatási programok finanszírozása biztosítására. Ha visszatekintünk az elmúlt 15 évre, azt látjuk, Románia nettó kedvezményezettje az Európai Unió költségvetésének. Minden a közös büdzsébe befizetett euró 3 támogatásként visszakapott eurót hoz Romániának. Ez azt jelenti, hogy csatlakozásunk óta mintegy 27 milliárd eurót fizettünk be, és 82 milliárd eurót kaptunk eddig a mezőgazdasági, a regionális fejlesztési és a többi uniós közpolitika révén. Ez a nyertes helyzet azt jelenti, otthon és az Európai Tanácsban is azt az álláspontot kell képviselni, hogy növekedjen az EU költségvetése, ugyanis akkor saját részesedésünk is emelkedik, összegzett Winkler Gyula.